Sziasztok, Lacaik és a Mozaik Online-t. Nézzetek, eljöttünk Zámbó Krisztián könyvbemutatójára. Igen, könyvbemutatójára Zámbó Krisztián. Ide lőjetek, és itt van mellettem mentor, édesanyja, Keresztes Ildikó. Szia, Ildi! Hát azon agyaltunk, hogy te már második könyvbemutatón vagy, hiszen ugye Barisz Gergő után most Zámbó Krisztián, pedig ha jobban belegondolunk, neked azért sokkal több minden lenne, amit el tudnál mondani egy könyvben. Te nem tervezed? De egyébként tervezem, már évek óta felmerült ez a gondolat. Lehet, hogy most vagyok a legközelebb hozzá, hát aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, de tényleg nagyon büszke vagyok rájuk, hát annyira belehúztak, hihetetlen, hogy tényleg két mentoráltam, nem tudom ki mentorok közül, ki tudja még elmondani a mentorátjai közül, hogy kiről jelent meg ennyi könyv az utóbbi időben. Most az jutott eszembe a Krisztiánnal kapcsolatban, hogy énekelte ezt a dalt, és emlékszem, hogy ez volt az a sarkalatos próba pillanat, amikor többen bennültünk a próbáján, és elkezdtem sírni, mert annyira szépen énekelt. És igazán, amikor elkövetkezett megint a versenynap, akkor egyszerűen megint történt vele valami, és egyszerűen nem is hasonlított arra, amit a próbán művelt. Márpedig én akkor is elmondtam, hogy aki ezt próbál meg tudja csinálni, az azt jelenti, hogy abban az emberben ez a tudás ott van. És egyszerűen megfelörlött tulajdonképpen, és megölt az a tehetetlenség, hogy nem tudok helyette kimenni szombatonként, és nem tudom helyette megcsinálni a produkciót, miközben tudom, mert én voltam fülés szemtanúja, hogy meg tudja csinálni. Tehát ez egy olyan szituáció, egy olyan helyzet, amivel tényleg csak bele lehet őrülni. És hát most megint ezt a dalt énekelte, és mondom, hogy annyira előttem volt, mint egy film, így lepergett most előttem ez az egész dolog, és én meg kell mondjam, hogy én egy nagyon szeretetre méltó fickót ismertem még meg benne, még akkor is, hogyha néha borzasztó nagy vitáink voltak, és iszonyú makacs és önfejű tudott lenni, és nem tudtam az Istennek se elhitetni vele, hogy én azért vagyok itt, hogy neki a legjobbat csináljam. Tehát azt, amikor én valami olyasmit mondott neki, ami ellenkezik az ő gondolataival, az nem azért van, mert én feltétlenül csak ellenkezni akarok vele, és nem azért van, mert én őt meg akarom változtatni, hanem azt akarom, hogy induljon el a saját útján, méghozzá a lehető legjobb útján, amit csak lehet. És ha már a saját útja, akkor esetleg nem javasoltad neki, hogy mondjuk könyvhelyet zenészként lemezt készítsen, vagy teljesen nincs összefüggés? Én úgy gondolom, hogyha úgy érezte, hogy neki ez egy megkönnyebbülés, és kiírhatott magából egy csomó dolgot talán, amit eddig nem mondhatott el, nem tudom, még én sem olvastam még a könyvet, akkor ez egy jó terápia, meg egy jó dolog arra, hogy esetleg saját magával is előbbre kerüljön, vagy jobban megismerje önmagát, és lehet, hogy ez segítség lesz majd abban is, hogy zeneileg is majd csinálja saját dolgait. Tehát gondolom, hogy csinálgatja, vagy legalábbis most nem nagyon mertem közelülni hozzá, mert nagyon beteg, és két év múlva bemutatom lesz a színházba, úgyhogy próbáltam menekülni tőle, nem azért, mert nem vagyunk jobban, nem azért, mert nagyon félek, hogy elkapjak valamit. Majd elolvasom a könyvet, és akkor majd többet tudok mondani. Ildi, köszönöm szépen, és remélem, hogy legközelebb azért ülünk itt, mert a te könyvedet szorongatjuk a kezünkben. Legyen úgy, köszönöm. Sziasztok.